azért nehéz a sütőiparosok helyzete jelenleg, mert borzasztó munkaerő problémákkal küzdünk. A pékárúnak az ára nagyon sokáig nagyon alacsonyan volt tartva, és ebből az árésből nagyon nehezen tudunk egyrészt előrébb jutni, másrészt pedig fejleszteni. Nagyon sok olyan kollégáról hallottam, aki azért zárta be az üzemét, mert egyszerűen nem volt munkaerő, aki bejöjjön hozzá dolgozni. Gyakorlatilag egy olyan 60 különböző kenyértermék van a választékunkban, amiből a kedves vásárló választhat magának. Az adalékanyagoknak a használata egyrészt most jelenleg elég komoly támadásnak van kitéve, elég drága is. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha az ember a technológiáját fejleszti, mint hogy inkább adalékanyagokkal foglalkozzon. Naponta körülbelül 15 tonnát termelünk, nyilván nekünk is vannak olyan termékeink, amikhez használjuk. És vannak olyan termékek egyébként, amihez a magyar fogyasztó réteg abszolút ragaszkodik, és mondjuk nem igazán lehet belőle normálisat készíteni adalékanyag nélkül. Azt a vizes zsemlét, amire a fogyasztó vágyik, nem igazán lehet előállítani adalékanyag nélkül. Nagyon komplex gazdasági kérdéskör, hogy akkor most a kenyérnek mennyire menjen fel az ára, de az biztos, hogy jelenlegi szinten nem fogja tudni tartani a magyar sütőipar a folyamatos termelést sem, a folyamatos mennyiséget sem és a minőséget sem. Nagy különbség lehet egyrészt a technológiában, hogy hogy állítjuk elő, másrészt az alapanyagban. Igazából ez a két dolog, ami meghatározza azt, hogy most nagyon drága-e, vagy olcsóbb-e. Hogyha nagyon komoly alapanyagokat használunk, az már megnöveli az árát, és az, hogy mondjuk egy átlagos lisztből, amit mondjuk mindenki használ, abból egy nagyon komoly terméket hozzunk létre, ahhoz nagyon sok kézi munka kell, odafigyelés, illetve olyan gépi eszközök, amik nagyon drágák, ezek is nagyon megnövelik ezeknek a termékeknek az árát. A magas minőségű gasztróban ott nagyon megváltoztak az igények, és ezeknek az igényeknek mi nem nagyon tudunk megfelelni. Nagyon egyedi termékeket szeretnének. Minden gasztrós igazából a saját termékét szeretné adni a vásárlónak, ami teljesen más, mint amit a többi gasztrós kínál, és ezért tőlünk egyedi termékeket kérnek, viszont ilyen napi 50 darabokkal mi ebbe az üzemméretben nem tudunk foglalkozni. Ez igazából már a kézműves pékségnek a műfaja, viszont a kézműves pékségek meg túl sok pénzt kérnek érte, ezért a gasztrósok meg ezt azért nem szeretik. Úgyhogy ez egy ilyen ördögi kör, amit még nem sikerült senkinek megoldania. Engem heti szinten keresnek meg gasztrósok, hogy ezt azt csináljak nekik, de egyszerűen olyan kicsi a mennyiség, amit kérnek, és tök mást akarnak, mint amit alapvetően gyártok. Nem tudok nekik külön fejleszteni egy olyan terméket, amiből 50 darabokat csinálok. A legkisebb gépem az körülbelül 10-szer akkora tésztát tud bedagasztani, mint amit ők egy hét alatt elhasználnak, így elég nehéz.